Sziasztok, én Szőrő Lillér vagyok az F-estekből, és ebben az adásban abban szeretnék nektek tanácsot adni, hogy milyen gimbalt vegyetek. 3, 2, 1. És ha már gimbal választás, ne felejtsd, ha a videó végére meg lesz a kiszemelt, akkor azt a Tripont oldalán keresztül meg is vásárolhatod. Érdemes körbenézni náluk, mert nem csak gimbalt, hanem kamerákat, optikákat, lámpákat, vakukat, állványokat, táskákat is találhatsz. Ha pedig tanácsadásra lenne szükséged, akkor a boltjukban szívesen állnak a rendelkezésedre. Ja, és bérelni is tudsz tőlük kamerákat, optikákat, fényeket a www.berlés.artwork.hu oldalon keresztül. Még mielőtt itt nekiesnénk a témának, szeretném mondani, hogy lesznek majd workshopjaim, akár a gimbalos témával kapcsolatban is. Ezekkel a kapcsolatos információkért nézzetek fel az F-esteknek a Facebook oldalára. Első és legfontosabb szempont, mint ahogy a kameráknál és a világítás technikánál is volt, hogy milyen büdzsé áll a rendelkezésedre. Ez nagyon be fogja korlátozni azt, hogy miért veszel magadnak, és ne felejtsük el, nem csak új gimbalt lehet vásárolni, akár a használt piacon is körbenézhetsz. Ha használtat vennétek magatoknak, akkor mindenféleképpen vigyétek el magatokkal olyan embert, aki valamilyen formában ért a gimbalokhoz, vagy hogyha tapasztalt vagy, akkor is mindenféleképpen kérd azt, hogy legyen rá egy egyhetes garancia a gimbalra, mert azért elég sok rejtett hibája lehet az ilyen eszközöknek. Nos, ezt a büdzsé témát majd menet közben többször fogom említeni, térjünk rá a következő fontos pontra, hogy milyen kamerával szeretnéd használni az adott gimbalt. Ez nagyon sokféleképpen fogja befolyásolni a vásárlásodat, hiszen hogyha mondjuk egy egyszerű, kicsi, kompakt gépről van szó, akkor egy kicsi gimbal is elég, ami sokkal olcsóbbak, viszont hogyha te egy nagyobb kamerát, vagy akár egy nagyobb optikával szeretnéd használni az adott kamerát, akkor már egy nagyobb terhelhetőségű gimbalra lesz szükséged, amire fizikailag is felfér az adott géptest optikával. Nyilván az ember mindig a jelenlegi kamerájához veszi az adott gimbalt, és így általában olcsóbb verziót tudsz venni, de mindig érdemes abba is belegondolni, hogy időálló legyen az adott gimbal, illetve hogyha továbbfejlesztesz, vagy hogyha nagyobb kamerát vennél, akkor milyen nagyságrendek felé tudsz nézelődni a jövőben. Ha most megveszel egy drága gimbalt, az lehet, hogy most drága, de mondjuk 5-6 évig jó lesz, míg hogyha megveszel egy olcsóbb gimbalt, akkor lehet, hogy csak egy évig fogod használni, és aztán egy év múlva kereshetsz egy újat, mert már nem elégíti ki az új kamerádhoz, vagy az új optikáidhoz való tulajdonságokat az a gimbal. Még itt a videó elején szeretném azt tisztázni, hogy ugyan nagyon sok cég gyárt már gimbalt, én 2 olyan céget tartok számon, akikbe én meg is bízom. Egyik a Zhiyun, a másik pedig a DJI. A kicsi géptestről van szó, mondjuk egy olyan Sony A7-es kategóriáig, és mondjuk egy olcsóbb szériát szeretnénk vásárolni gimbalból, akkor mindenféleképpen a Zhiyun vonalon induljunk el. Én nagyon tudom ajánlani nektek a V-Bill lebet, illetve az teljes V-Bill családot. A V-Bill 2-t annyira nekem nem jött be, de a V-Bill 3, a V-Bill S és a V-Bill Lab szerintem nagyon jó választás tud lenni. A V-Bill S-ről és V-Bill Lab-ről van teszt videóm, azokat meg tudjátok nézni. Ugye ezek a gépekben az a jó, hogy kicsik magák a gimbalok is, ezáltal sokkal könnyebben tudod magaddal hordozni. Az összes Zhiyun gimbalra jellemző az, hogy cserélhető az akkumulátorjuk, tehát nem beépített aksijuk van, ez ugye azért tud jó lenni, mert hogyha mondjuk egy esküvőn forgatsz, akkor nem az van, hogy 8 óra után lemerül a gimbalod, vagy hogyha nem töltötted fel este, akkor egy pót aksi szettel már készen létbe tudsz állni és ki tudod cserélni. Ezek a V-Bill szettek, mint említettem, nagyjából egy A4-es papírlapnak megfelelő méretet adnak, és egész megbízhatóak addig a fizikai méretig, amit rá tudsz tenni. Itt általában ez lesz a korlát. Ha esetleg ennél egy kicsit masszívabb vagy nagyobb kamerát kell föltenned, de még mindig az olcsóság kategória felé tartunk, akkor még mindig az Zhiyun tudom nektek ajánlani, ilyen például a Crane 2, ami szerintem egy baromi jól eltalált gimbal, egyedül a ravasz hiányzik az elejéről, ez egy olcsó konstrukció, most már szerintem ilyen 70-90 ezer forint körül lehet kapni használt piacon, de hogyha ennél egy kicsit modernebb verziót akarnál használni, akkor a Crane 2 S-t, ennek a továbbfejlesztett verzióját tudom ajánlani. Ez a két gimbal ugyan robosztusabb, nehezebb, kevésbé hajtogatható össze, úgyhogy nagy helyet foglalnak, viszont baromi jól stabilizálnak, jó feature-ök vannak benne, és nem mellesleg a Crane 2 S, ha jól tudom, az egyik legjobb ilyen egykezes gimbal stabilizálással bír a többi gyártóhoz meg márkához, típushoz képest. Hogyha megteheted, hogy e fölé menj, akkor jöhetnek szóba már a DJI gimbaljai.
A DJI-nak az első RS, illetve RSC verzióját nem igazán szoktam ajánlani. Árérték arányban a Zhiyun Crane 2 S vagy a Crane 2 az, ami ezt a kategóriát képviseli, csak sokkal jobban. Megbízhatóabbak, mint a DJI-nak az RS szériája. Ráadásul azoknak van kis kijelzője, amin a menün belül tudsz állítani dolgokat. A DJI RS-hez és RSC-hez mindenféleképpen kell a telefonod, hogyha bármit be tudsz állítani, ami azért eléggé hátráltatja a munkát. Nem azt mondom, működő gimbalok ezek, úgyhogy ha ilyet szeretnél venni, semmi akadálya, csak én szerintem ennél van jobb befektetés is. Mondjuk akár nagyobb kamerát is fel kell tudnod tenni az adott gimbalra, akkor a DJI RS2-es szériától jöhet szóba csak a DJI. Nagy kamera setupokhoz én semmilyen más céget nem ajánlok. Van a Crane 3S, ami szerintem a világ legborzalmasabb konstrukciója, erre majd ki fogok térni később. Van a DJI RSC2, azt se ajánlom, azt szerintem egy nagyon buta konstrukció volt, egyáltalán nem cserélhető az akkumulátor, nehéz, menüjében aránylag nehéz bármit beállítani, illetve az RS2-nél található érintkezők, azok itt nem lehetők meg, egyszerűen nem egy bevált széria ez az RSC2. Most már, mivel a DJI-nál ugye az RS3-asoknál tartunk, ezért az RS2-nek már egy kicsit lejjebb ment az ára. Én az RS2 gimbalomat nagyon szeretem, azt bárkinek tudom ajánlani, lehet, hogy drágább széria, azt hiszem nagyjából olyan 300 ezer forint körül van még mindig az ára, de egyszerűen azért, mert egy csapabíró, megbízható, időt álló gimbalról beszélünk. Ha most van egy RS2-d, akkor semmilyen formában nem ajánlom, hogy följebb frissíts az RS3 Pro-ra, nagyjából semmi sem változott a kettő között, viszont hogyha most veszel újabb gimbalt, akkor inkább érdemes körülnézni az RS3 szériába. Itt is ára alapján tudod kiválasztani magadnak azt, hogy melyik szériát veszed meg. Hogyha kisebb gépről van szó, vagy az olcsó gimbalra lenne szükséged, akkor az RS3 Mini az egy nagyon jó választás tud lenni, kicsi, kompakt, könnyű, mindent beállíthatsz a kijelzőjén keresztül, az szerintem egy tökre jó eszköznek számít. Ugye ott van az RS3, ami nagyjából az RS2-nek a testvére. Egy-két feature-t leszámítva ugyanazt kapod meg. Kisebb akkumulátort kapunk az alapszethez, viszont ez az akkumulátor cserélhető, és nyugodtan belerakhatod a nagyobbat is, illetve mint ahogy ebből ki is jön, ez egy moduláris akkumulátor cserélhető. Ami még különbség az RS2-höz képest az RS3-nál, az oldalsó réles felfogásoknál, itt az RS3-nál nincsenek érzékelők, míg az RS2-nél van. Ugye ez azért fontos, mert hogyha valamilyen kiegészítő szeretnél rátenni, akkor azt ezen keresztül fogod tudni, viszont az RS3-nál mivel nincs, ezért nem tudod. Viszont fontos fejlesztés volt ennél az összes RS3-as kategóriánál, hogy beépített Bluetooth került ebbe az egész setupba, ezáltal, hogyha valamilyen Bluetooth-os eszköz csatlakoztatsz, akkor nem kellenek ezek az érzékelők, a Bluetooth-on keresztül fogod tudni csatlakoztatni. Nyilván most az RS3 Pro a legfejlettebb technikája a DJI-nak a videó elkészültekor, ebben nagyon sok feature van. Maga ez a lokkolás szerintem hülyeség, egyrészt nehezebbé válik tőle a gimbalod, másrészt lehet, hogy kényelmes, de most komolyan ez fáj nekünk, hogy hármat lekattintunk, ez nem egy nagy cucc, harmadrészt pedig egy plusz egy hibaforrás, amit én biztos, hogy nem engednék, hogy ez hibaforrás legyen. Ha már RS3 Pro, akkor inkább az RS2-t választanám, de ha mondjuk valakinek eddig az volt a problémája, hogy a Blackmagic-et nem tudja elindítani a gimbalon keresztül, mivel az USB-C-t lefoglalja az SSD, ezért a Bluetooth-on keresztüli kommunikáció az RS3 Pro-ba, illetve az RS3 szériákba megoldja ezt a problémádat. Na már most mi az, amihez nem új egyáltalán? A Crane 3S például egy kimondottan egy ilyen típus. Egyszerűen az van, hogy baromi buta a konstrukció, nagy, nehéz, kényelmetlen a fogása. Nagyon sok rossz tapasztalatot láttam a videóból, illetve másoknak az elmondása alapján, egyszerűen megbízhatatlan gép. Aki csak megvette, az mindenki csak próbál tőle szabadulni, úgyhogy azt semmilyen formában nem ajánlom. Ugye vannak a fejütek gimbalok, hát azzal az a tapasztalatom, hogy ugyan van, de nem véletlenül nem nagy név a gimbal iparban, mindig csak kullognak a Zhiyun meg a DJI mögött, én nem ajánlom a fejüteket. Ha ilyened van, vagy hogyha csak ezt engedheted meg magadnak, akkor megveheted, de azért az árért inkább akkor én Zhiyunt vennék. Tiltának volt egy próbálkozása, az egy borzalmas verzió volt, a Gravity azt hiszem. A Manfrottónak is van egy gimbalja, amiről csináltam tesztet, és a tesztben is elmondom, hogy szerintem az nem egy jól sikerült konstrukció. Vannak benne nagyon érdekes ötletek, amiket majd a következő verzióban esetleg kifejleszthetnek, inkább még mindig akkor választanék egy V-Build vagy egy Crane 2S-t.
Ugye volt már régebben teszt videóm a DJI RS-ről, az ugyancsak szerintem egy borzasztó konstrukció, baromi nehéz, nem lehet állítani a menüjében semmit. Nekem volt olyan, hogy az aksi, ugye, ami moduláris cserélhető, de egyszerűen rászorult, egyszerűen azért az árért egy sokkal jobb választás tud lenni szerintem a Crane 2S. Van egy régebbi, de új márka, ugye a Moza. Na már most én régen nagyon Moza fanatikus voltam, ők az első között voltak, akik ilyen egykezes gimbalokat hoztak létre, viszont az van, hogy azóta nem fejlődtek, a supportjuk valami borzalmas, illetve az összes gimbaljuk megbízhatatlan. És ezt tapasztalatból mondom, majdnem az összes szériájuk megvolt nekem, mindegyikkel csak a bajom volt. Nagyon ötleteik vannak, maga a konstrukció mindig baromi béna szokott lenni, úgyhogy Mozákat semmilyen formában már nem ajánlok senkinek. Na és akkor itt a videó végén gyorsan összefoglalom, hogy milyen márkákat meg típusokat mondtam. Ugye egyrészt alap, hogy Zhiyun meg DJI. Itt a Zhiyuntól, hogyha büdzsébarát gimbal szeretné vásárolni, akkor a V-Bill Lab, a V-Bill S, a V-Bill 3-as szériája, nem a 2-es, hanem a 3-as szériája, ezeket nyugodt szívvel ajánlom bárkinek. Hogyha kicsit nagyobb kameráról van szó, akkor pedig a Crane 2, ami egy régebbi konstrukció, de ez egy baromi jó gimbal, illetve a Crane 2S, amivel nagyon sokan nem foglalkoznak, pedig szerintem ez egy zseniális gimbal. Több tesztet is láttam, ami alapján az mondható, hogy sokkal jobban stabilizál, mint más cég. Ha pedig büdzsében ezek fölé tudunk menni, akkor mindenféleképpen a DJI RS 2, az egy baromi jó befektetés szerintem, a DJI RS 3, RS 3 Pro és az RS 3 Mininek hívják, azt hiszem. Ez a négy gimbal, amiben minden szempontból szerintem megbízhatok, és a DJI-nak ugye egy nagyon jó szupportja van a háttérben, ami által bármi problémád van, akkor meg fogják tudni neked oldani. Ami miatt én a DJI-t részesítem előnybe a Zhiyunnal szembe, hogy nagyon sok kiegészítőt adnak a kameráikhoz. Nekem az RS2-nél nagyjából minden kiegészítő megvan, van hozzá O-ringem, van hozzá kontrollerem, van ebből bluetoothos meg kábeles is, van ez az extension base kit, amivel 5 méteres távolságban bárhova ki tudom szerelni a gimbalt. Én ezért támogatom inkább a DJI megvásárlását a Zhiyunnal szembe, mert a Zhiyunhoz is vannak kiegészítők, de azokkal hát azért nem voltak jó tapasztalataim. Mindegyik olyan volt, hogy megvolt, de azért úgy, na hát azért nem működtek ott. Egy dolog van, amivel nem foglalkoztam eddig, azok a különböző feature-ök a gimbaloknál. De már most az van, hogy nagyon sok feature-t raknak bele a gimbalokba, viszont a nagyjából 5 éves egykezes gimbalos tapasztalatom alapján azt mondom, hogy szinte semmit nem fogsz ebből használni. Lehetne timelapse-ezni, de ha videózol, nem ezzel fogsz timelapse-ezni. Bármint ilyen mozgós timelapse-et használsz. Lehet vele rakni ilyen, megjegyzi a különböző pontokat, és azokon végig megy megadott idő alatt. Ez biztos, hogy nem fogod használni, mert ehhez általában tárgyvideó kell, de erre nem szokott időd lenni. Hogyha ilyen gimbalt használsz, akkor erre nincs időd, egyszerűen csak végig fogsz menni. Illetve vannak még egyéb feature-ök, panorámamód, soha az életben nem használtam. Egyetlen egy olyan funkció van, ami szerintem egy érdekes látásmódot tud neked adni, az az FPV mód, amikor így tudod a rolltengelyt is mozgatni, illetve maga 360-as körbefordulás. Crane 2S, illetve a DJI RS2-től létezik a gimbalokban. Ez szerintem egy olyan dolog, amire érdemes figyelni, hogy legyen benne, mert tényleg különleges látásmódokat tudsz vele elérni. Nem egetrengető, hogy enélkül is meg lehet lenni gimbalozás közben, ezeket csak azért mondom, hogy ezekre esetleg érdemes figyelni. Nos, ha így a videó végére meglett a kiszemelt, akkor a Tripodnál meg is vásárolhatod azt, akár online. De a boltjukban is személyes tanácsadás mellett segíthetnek neked kiválasztani a neked megfelelőt. Nos, remélem valamennyire tudtam segíteni ezzel a gimbalos vásárlással kapcsolatban. Nagyon fontos, hogyha megveszel egy gimbalt, akkor azt ki kell tudnod súlyozni. Ha nem tudod, miről van szó, vagy rosszul súlyozott ki eddig, akkor mindenféleképpen nézd meg a videómat ezen a linken, ahol bemutatom azt, hogy milyen a gimbalnak a jó kisúlyozása. Tönkre tudod tenni, hogyha nem súlyozod ki jól, illetve nem lesznek stabilak a képeid, rezegni fog, remegni fog. Ha bármilyet tapasztalsz, akkor mindenféleképpen állj meg és nézd meg ezt a videót. Én Oliver voltam az F-estekből. Ha kérdésed maradt, nyugodtan írd meg kommentbe, vagy esetleg az F-esteknek a Facebook oldalán keresztül. Ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, illetve ne felejtkezz el feliratkozni a csatornára, hogy minél több tartalmat gyárthassak nektek a jövőben. Szép fényeket mindenkinek, sziasztok! 3, 2, 1.